This is the end of the line. I've clearly read every sign. Na hát sziasztok! Boldog új évet kívánok mindenkinek! Itt van a szokásos újévi köszöntő videó. Egy kicsit megkésve, de többek között azért, mert semmi kedvem nem volt hangulatom videót készíteni, de el is akartam terelni a figyelmem. Tudtam, ha nem most csinálom meg, akkor nem is fogom már megcsinálni, és bármi fogom, mert ezeket a újévi videóimat szeretem. Másrésztről pedig nem tudom, mennyire lehet hallani, lehet majd a mikrofonosnál jobban, eléggé meg vagyok fázva. Ez köszönhető annak, hogy akik tudják, van nekem egy ilyen szokásom, miszerint szilveszter van, szóval nyugodtan lehet ordibálni. Ez is hagyományom, hogy mindig lehet végtelenül ordítani, és kiadni minden feszültséget 2019-ben. Idén is eleget tettem ennek, és hát... És meg is lett a következménye. De mindegy is, 2019-et talán a pulcsim tudná jobban jellemezni, mint én magam. Nehéz megmondani, hogy milyen volt. Átlagosnak nem mondanám, mert attól rosszabb volt, de voltak jó pillanataik, olyan 5-ből 2. Ó, ne, ez túl sötét. Legyen inkább 10-ből 5 vagy 6. Nem tudom. Majdnem már überli 2016-ot, ami legendásan szar év volt, ezt szerintem mindenki megtalálhatja a történelem könyvekben. De ez egy kicsit másabb jelleggel. Ugye beszéltem arról még tavaly, hogy 2019 lesz az utolsó év arra, hogy megkísérte a YouTube-ot és beleadok mindent, de hát... hogy beleadok mindent, ha nem lesz meg a 10 000 feliratkozó, akkor zárok be. De nem így lett, látjátok, itt vagyok, csinálom, mennyire vagyok szavahihetővalva. Nem, egyetlen egy mentséget tudok felhozni, hogy nem adtam bele mindent. Május környékén megszűntek a videók, és egészen mostanáig kezdtem el újra csinálni. Aki az élő adásokat nem annyira számítom bele. Szóval, mint ahogy a lista, ez is megbukott, de arról már beszéltem a költözős vlogomba. Tavaly mókásan a csíp és alma paprika éve volt 2018, ami erre a alma paprika metaforára rá tudtam építeni sok mindent. Sajnos idén ez nem olyan vicces köntösbe tudom bújtatni, mert 2019-et tökre összefoglalja az a dolog, amivel elkezdődött, és véget is ért az év. Hát ez röviden tömörre azt jelenti, hogy újra egyedül vagyok, egyedül pengetem a élet lancsait. Láthattátok a alkotásaimon is, és a YouTube videók ebből a mennyisége se volt olyan sok év közben, és szerintem a minőség is megkérdőjelezhető. Szerintem 2019-ben voltak a legfurább videóim, amik teljességgel nélkülöztek minden bobiságot szerintem, ami eddig volt, akár hangulatban, mondjuk most leginkább a vlogokra gondolok. A Late Night Talk bennem. Ez is jó jelképezi, hogy milyen év volt ez, milyen volt ez az egész dolog, ami most így véget ért, hogy mennyire volt rá negatív hatással rám. Túlságosan alárendeltem ennek az egész dolognak magam, és hagytam, hogy... Mindent hagytam. Hát ez jó, cut. Nehéz volt, mert mindig sokszor azt hiszed, hogy most zsinórban vagy is, wow, de jó, érted? Ég a világ, és tök jól érzed magad, de aztán történnek dolgok, és igazából teljesen visszafigyelsz arra, ahol nem csak, hogy elkezdted, hanem még visszafelé. Szóval 2020 az már biztos egy kicsit a újra önnöm megtalálásamról fog szólni. Tényleg azért már volt már rész az életemben jó pár jelenekben, csak ilyen erősen nem, hogy egy közös otthonból egyedül maradsz, és minden másikra emlékezteti. Ez olyan durva, mert csak egy évről beszélünk, vannak, most értem meg igazán, hát nem tudom teljesen, akik mondjuk elválnak és éveket szentelnek valamire kapcsolatban, hogy együtt élnek, hogy érthető, hogy a válás után miért kattannak be az emberek, főleg azok a nők, akik a szocializmusban nevelkedtek, de nem, úgy tényleg
nem is tudom. De tényleg amúgy ez elég szíven ütött. De hagyjuk is, ebből látszik, hogy Weekend beszélek. Meglepő részletességgel beszélt magánéletéről a vlogger. Szóval hagyjuk is ezt az egészet. Na igazából a Stanfordi börtönkísérletre tudnám hasonlítani. Jaj, az meg. Szóval tényleg lépjünk tovább, nézzük meg, tavaly is készített egy ilyen montást, ami összefoglalja azt, hogy mik történtek, mik azok a kulturális hatások, amik az adott évben legjobban hatással voltak rám. Szóismétlés értelmetlen mondat még mindig, ez itt a én csatornám. Nyilván az, hogy nem csak a videóiban mutatkozik meg ez a elfordulás, vagy így magamba fordul, nem tudom, hogy fogalmam, én most nem tudom megfogalmam, hogy pontosan, hanem látni fogjátok, hogy sehol nem tudok érdemi dolgokat felhozni. De nem is húzom, szaporítom tovább a szót, nézzük meg azokat a dolgokat, amik... Nézzük meg, mik voltak azok a dolgok, amik jobban meghatározták, amiket jobban meg tudok említeni 2019-re, vagy mondhatnám úgy is, jöjjenek a felesleges statisztikák, információk. Előre fel kell készülni, hogy említettem, nem sok mindent tapasztaltam meg az idei évből, így filmeket se tudok mondani, mert még nem láttam nagyon sokat idén, amiről nagyon jókat mondanak az emberek. Viszont kettőt még így is kiemelnék, Gáspár Noé Extázis című filmjét, és természetesen a Jokert, mindkettő nálam teli találat lett. Zenék terén sajnos idén nem volt semmilyen új felfedezettem, mint az elmúlt években, csupán a populáris dalok jutottak el hozzám, így olyan dalok maradtak meg az évről a fejemben, mint a Rossz srác, a Görög dinnyecukor és az én Szopok érted című nagy sikerű dalok. Videójátékoknál se tudok egy kiemelkedőt sem mondani, kivéve egyet, a Crash Team Racing-et. Gyerekkoromban nagyon sokat játszottam erre, és ez egy vágyam volt, egy videójátékos vágyam, már 10 évek óta álmodtam arról, hogy egyszer fel kéne újítani, és online versenyt kéne belőle készíteni, ami megy is, tovább bővítettem a platináimat, 24 darabbal bővült a gyűjteményem, és tavalyhoz képest 100 helyet jöttem fel a magyar ranglistába, így már benne vagyok a top 150 játékosba, olyan 145. helyen körülbelül. Mégis a legnagyobb változást a felköltözésem a nagyvárosba jelentette, most már hivatalosan is itt lakom, Budapesten. Sokan kérdezik, hogy milyen érzés itt lakni, és annyira nem különösebben másabb, mert így is szinte heti rendszerességgel jártam fel, itt voltam egy-két napot, szóval nem olyan nagy újdonság, inkább csak extrémen kényelmesebb, és ezt a kényelmet imádom kiélvezni. És ha már utazás, akkor beszélek egy fontos állomásról, hiszen tavasszal elég sokat jártunk Ausztriába forgatni Cash barátommal, rengeteg új élményt szereztem, jó kalandomba keveredtünk, még vlogot is készítettem róla, amit valószínű előbb vagy utóbb meg fogok vágni. Végül pedig a csatornámon örömmel látom, hogy amit még tavaly csak így pedzegettem, mára nagyon jól megy, ez nem más, mint a Late Night Talk, mert úgy látom, köztetek is sikere van, hisz az úgymond műsoraim közül ennek a legnagyobb átlag nézettsége. Szóval köszönöm, tartsatok velem továbbra is, most már eljutottunk oda, hogy vendégek érkeznek folyamatosan hozzám. A legközelebbi adás már most elárulom, hogy 18-án lesz. Ezek voltak ezek a random statisztikák. Ebből is látszik, hogy milyen volt az év. Az biztos, hogy most egy kis rövid ideig időt szeretnék kérni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz egyáltalán videó, de mondjuk ilyen vlogszerűség, meg az új stáblista után, amit már szerintem lassan másfél éve tervezgetek, de nem csinálok. Nem kezdődik, lesznek ilyen hangalámondásos videói, például a következő teljesen YouTube, de tőlem idegen videó lesz. Utána megcsinálom az összes easter egg és utalás a 2019-es videóimba, szóval egy darabig el leszek ezekkel, Late Night Talkman az marad, de szerintem biztosan tudni fogjátok, hogy mikor térek vissza, azt ti is meg fogjátok szerintem érezni a tartalmon és annak minőségén. Ha nem térek vissza, akkor meg tényleg végleg bezár a bazár, nem fogom erre több energiát folytatni. Hoztam is, most nem akartam, ilyen kemény év volt, és kemény időszakon érek át,
nem holmi pezsgővel, hanem igazi jó házi pálinkával fog kocintani és inni rátok is. És ami a legfontosabb az, hogy jelenleg azt szeretném, hogyha egy év múlva ugyanebbe az új évi köszöntős videómba, évösszegzős videómba már egy új márk, egy új Bobby ülne itt ezen az elő... Na, ülne itt előttetek a kamera előtt, én ebben reménykedem, és erre iszom, emellett rátok is iszom, és nektek is azt mondom, 2020-val egy új évtized, bele kell adni mindent, itt az ideje megújulni, hozzálák minden dologhoz, ezt őszintén ajánlom, kívánom nektek is, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Vagy ez se sikerül, vagy te, de valamelyik biztos. 2020-ra szóljon a Mazda Robjetával, és Csucsi Cienca, iszik át a flinta. Back on top in June, I said that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Life, that's life, and I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and